tanács tagjainak kétharmada javaslata alapján a tanács napirendjére tűz. Ez egy autonóm szervezet, amíg a saját feladatkörét ilyen módon határozza meg. Továbbá az országgyűlés elnöke, az országgyűlés bizottságok elnökei, a kormány vagy a kormány tagjai a tanácsot állásfoglalás vagy vélemény kialakítására kérhetik fel, aminek a tanács köteles 30 napon belül eleget tenni. És a legizgalmasabb dolog az, hogy a tanács által tett javaslatokat, véleményt annak címzetjének mérlegelnie kell, mérlegelése eredményéről a tanácsot tájékoztatni köteles. A nyilvánosság teljes biztosítása mellett. Ez a felsorolás úgy gondolom egészen más, mint amiről a híradások szólnak. A vád például a kormány ellen az, hogy a vélemények nem kötelezőek a kormányra nézve. Le kell szögeznem, hogy a választók általi felhatalmazása ebből fakadóan felelőssége a kormánynak van. Eddig is így volt ez. Nézzük meg, hogy kik a szereplői a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak, mert a baloldal szerint a lepkefogók vitatják majd meg a gazdasági kérdéseket. A tanácsban jelen lesznek a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek, a gazdasági kamarák, a civil társadalom, a nemzetpolitika területén működő civil szervezetek. Hát kérem szépen, nemzetpolitikában kell gondolkodni, ha gazdasági és társadalmi kérdésekről beszélünk, és nem pusztán gazdasági érdekérvényesítésről kell beszélnünk. A civil szervezetek között lesznek a nagycsaládosok civil szervezetei, környezetvédők, oktatási és ahhoz kapcsolódó feladatokat ellátó civil szervezetek, az ifjúság, sport, kultúra témakörével foglalkozó civilek, egészségügyi és szociális feladatokat ellátó civil szervezetek, valamint a nyugdíjasok civil szervezetei, továbbá a tudományos élet, valamint az egyházak képviselői, kormányzati szervek, gazdasági versenyhivatal, KSH képviselői, kormányzati szereplők, vagyis miniszterek. Az új rendszerben a kormányzat szerepe nem lehet erősebb a közvetítői szerepkörnél. Miért baj ez? Ez inkább erénye ennek a tervezetnek. Mindez azért nagyon fontos, mert ebben a konstrukcióban az érdek képviselet mellett meg tudnak jelenni fajsúlyos nemzetpolitikai kérdések asztalra tételével azok, akik inkább az értékeket képviselik. És erre már régóta nagyon nagy szükség lett volna. Érdekképviselet mellett, vagy akár helyett értékképviseletre van szükség. Miért mondom ezt? Mert amíg mindig a világban dúló gazdasági társadalmi válság elsősorban értékválság, antropológiai válság, erkölcsi válság. Ezekre nem lehet ma már érdekképviseleti alkukkal, titkos táncrenddel válaszolni. A válságra az értékek hangsúlyozásával, az ember méltóságának újrafogalmazásával, erkölcsi természetű válaszokkal felelhetünk. Erre a civil világ és különösen az egyházak alkalmasak. Nem véletlenül emlegettem 1996-ot, amikor a Magyar Katolikus Püspöki Kar Igazságosabb és testvériesebb világot című körlevele megjelent. Néhány fejezet címet mondok a körlevéből, és gondoljunk a mai életünkre. 15 évvel ezelőtt, 16 évvel ezelőtt jelent meg ez a körlevél, minden fejezete érvényes ma is. Szociális feszültségek elszegényedés, a lakosság létszáma és egészségi állapota, a közbiztonság romlása, elköteleződés a szegények mellett, az egyház társadalmi tanításának három alappillére, az emberi méltóság, a szolidaritás, a szubszidiaritás. Felelősségvállalás és kezdeményezés, a múlt öröksége és a világgazdasági helyzet, a jelenlegi gazdasági helyzet, a magánosítás, vagyis a privatizáció értékelése, a fekete és a szürke gazdaság, a mezőgazdaság helyzete, a gazdaság helye a társadalomban. Tehát nem a társadalom helye a gazdaságban, hanem a gazdaság helye a társadalomban. Precízebb ez a megfogalmazás. Az állam feladata a gazdaságban. A tulajdon és a munkavilága, a politikai rendszerváltozás és következményei, ismétlem, 6 évvel vagyunk a rendszerváltozás után. A társadalom elmaradt átalakulása, ma is elmaradt átalakulásról beszélünk. A személyes felelősségünk, ezen küzdünk minden nap. A civil társadalom felelőssége és feladatai, egyéni életvitelünk. A kultúra a közéletben, a családi életben, a kulturális életben. A média és a kommunikáció helyzete, az oktatás és a nevelés, intézményes reformok, ezen folyik a küzdelem.
és végül összefogás a jövőért. Hitem szerint ez az előterjesztés éppen erről szól. Minden ízében a jövőért való összefogásról. Köszönöm, hogy meghallgattak. Úgy látszik, Berta Szilvia képviselőasszony megkapta a beszéde végén igényelt kormány oldali inspirációt. Öné a szó 2 percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Igen, tehát ismét elhangzott az, hogy a kormány, tehát hogy az OÉT nem megfelelően működött, nem megfelelő hatékonysággal. Tehát az Országos Érdekegyeztető Tanácsot azt a kormány működtette. Tehát, hogyha rosszul működött és nem volt hatékony, akkor a kormány nem jól működtette. Ugye akkor erre nem az a megoldás, hogy megszüntetjük, hanem akkor hatékonyan kell működtetni. Továbbá az is elhangzott, hogy a szakszervezeti vezetők nem megfelelően képviselték az érdekeket. Ez ugye azért fordulhat elő, mert ezek a szakszervezeti vezetők nem függetlenek a munkáltatótól. És amit a kormány most hoz be a munkatörvénykönyvének módosítását, illetve a munkaügyi ellenőrzésről szóló szabályok módosítását, az még tovább fokozza ezt a kiszolgáltatottságot. Tehát egyik oldalról nehezményezik, hogy nem függetlenek és nem tudják ezért normálisan képviselni a munkavállalók érdekeit, másik oldalról viszont pontosan ezt a kiszolgáltatottságot fokozzák. Tehát itt van egy kis hiba azért a logikai érvelésben, és illetve az intézkedés sorozatban, amiket meghozni kívánnak, ezért erre felhívnám figyelmüket. Köszönöm a szót. A következő felszólaló Schiffer András, az LMP képviselője. Képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Természetesen lehetne hosszasan beszélni arról, hogy az elmúlt 20, vagy éppen elmúlt 21 év kormányainak gazdaságpolitikája mit tett hozzá az ország fejlődéséhez, sokkal inkább, hogy mit vett el az ország fejlődéséből. Lehetne hosszasan arról beszélni, hogy egyébként az Országos Érdekegyeztető Tanács az elmúlt 22-23 évben mennyire működött hatékonyan. Lehetne hosszan arról beszélni, hogy a különböző szakszervezeti szövetségek, különös tekintettel ugye azokról, amelyek már régebben a rendszerváltás előtt is múltra rendelkeztek, mennyire képviselték hatékonyan, főként a rendszerváltást követő években az egyes munkavállalói csoportoknak az érdekeit. És hát nyilván lehetne hosszasan arról is beszélni, hogy reagáljak először, de egyáltalán nem utoljára László Tamás képviselőtársam hozzászólására, hogy valójában ez a kormány mire kapott felhatalmazást. Lehetne hosszasan arról beszélni, hogy mint annyi sok minden az önök választási programjában, az önök kormányprogramjában az Országos Érdekegyeztető Tanács felszámolása is hiányzott. Ez elnézést, de ez egy kicsit független kérdés attól, hogy egyébként a helyzetelemzésben egyetértünk-e vagy sem. Egyáltalán nem először és vélhetően nem utoljára, önök úgy, ha hivatkoznak a tavaly áprilisi felhatalmazásra, hogy a konkrét kérdéseknél önök nem mondtak semmit az embereknek. Erről nem volt szó, erről sem volt szó tavaly tavasszal. Önök az érdekegyeztetés tekintetében sem vallottak szint, hazudtak a saját választóiknak, nem mondták meg tavaly tavasszal, hogy mi a szándékuk az érdekegyeztetéssel. Amit itt László képviselő úr vagy mások elmondtak, nem értek vele egyet, de önmagában véve nyilván koherens álláspont. Miért nem lehetett tavaly a választási kampányban előjönni a farbával, vagy éppen legkésőbb a kormányprogram előterjesztésénél? Természetesen a kormányprogram vitájában már voltak baljós jelek. Hiszen Magyarországon először, legalábbis a rendszerváltás óta először, egy kormány nem tett mást, mint kormányprogramban foglalta az egyik tőkés érdekképviseletnek a statútumát. Ezt tették önök. De mondom, nem kéne ezeken hosszasan időzni, épp úgy, mint azon sem, hogy az OÉT mennyire működött hatékonyan, vagy éppen hatékonytalanul, akár az megelőző 8 évben, akár a megelőző 20 évben. A probléma ugyanis ennél sokkal alapvetőbb. Tudnélik, hogy ha arról van szó, hogy egyébként az OÉT hatékonyságáról kinek mi a véleménye, akkor nem a rendszert kéne fenekestül fölforgatni. Kicsit messziről indítanék. Amióta a világon egyáltalán kapitalizmus, kapitalista rendszer van, a rendszernek, illetve a társadalomnak a legfőbb és legalapvetőbb érdekellentéte az a munkatőke érdekellentét. Nincs ez másként a globális kapitalizmusban, nincs ez másként a kelet-európai posztszocialista országok új kapitalizmusában sem. Tetszik, nem tetszik, a 90 utáni vagy 89 utáni Magyarországon is az alapvető érdekellentét
az a munka tőke között áll fenn. Akkor, amikor a különböző érdekegyeztető mechanizmusok a kapitalista rendszerekben a 20. században létrejöttek, az a megfontolás vezette, igen, nem tévedés, a kormányokat elsősorban, amikor intézményesítették ezeket az érdekegyeztető folyamatokat, hogy akkor lehet egyensúlyt találni a kapitalista társadalmakban, hogyha van valami kormányzati koordinációval ellátott érdekegyeztetési mechanizmus a legalapvetőbb érdekellentét, a munkatőke érdekellentét között. Azokban az országokban, ahol kimunkáltan létrehozták ezt a tripartit rendszert, tehát ezt az intézményesített érdekegyeztető mechanizmust a munkavállalói és a munkaadói oldal között, azokban az országokban lehetett létrehozni a jóléti társadalmat. Azokban az országokban, a 20. században, ahol mereven tagadták a munkatőke közötti alapvető érdekellentétet, és egyáltalán tagadták azt, hogy a kapitalista társadalmakban az alapvető feszültség a munka és a tőke között jelentkezik, ott lázadások törtek ki, ott forradalmak törtek ki, ott a demokratikus vagy éppen féldemokratikus rendszerek instabillá, bármikor felszámolhatóvá váltak. Miért állítom azt, és nem szeretnék persze hosszas fejtegetésbe bocsátkozni ennek kapcsán, hogy az alapvető ellentét ma is a 21. században és Kelet-Európában is a munka és a tőke között húzódik. Azért, mert a legalapvetőbb, és minden embernek, minden dolgozó, bérből, fizetésből élő embernek az egzisztenciáját alapvetően érintő ellentét, az ott húzódik, ahol a tőke, a mindenkori munkaadó képes egzisztenciális függésben tartani, képes kiszolgáltatott helyzetbe tartani, képes kizsákmányolni a dolgozót, a munkást, a munkavállalót. Ezzel a helyzettel lehet nem szembenézni. Lehet eltakarni más egyébként létező társadalmi ellentétekkel, de ennek az árát meg kell fizetni. Ezt az árat viszont nem a kormány fizeti meg, nem különböző pártok fizetik meg, akik majd éppen egy ilyen törvényjavaslatra megnyomják az igen gombot. Ezt az árat az egész ország, az egész társadalom fogja megfizetni. Amit itt önök ugyanis tesznek ezzel a törvényjavaslattal, az nem más, mint az eltagadása, az elhazudása annak, hogy ma az alapvető ellentét a munka és a tőke között húzódik, nem pusztán Magyarországon, hanem gyakorlatilag bármely államban, bármely társadalomban szerte a bolygón. Azért állítom ezt, mert ahogyan ezt az új struktúrát önök életre hívják ebben a törvényjavaslatban, azt nem tesznek mást, mint összemosnak, össze nem mosható törésvonalakat. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy amikor itt nagyon zengzetesen hivatkozik László képviselő úr arra, hogy önök itt ugye határon túli magyar szervezeteket is meghívnak ebbe az egyeztetésbe például, hogy a nemzetpolitikai keretbe helyezik az érdekegyeztetést. Végig gondolták-e azt, hogy az az alapvető érdekellentét, aminek az egyeztetését kéne szolgálnia egy ilyen mechanizmusnak, ez fennállt 1920 előtt is, amikor ebben a formában, legalábbis ebben a formában nemzetpolitikai kérdés nem létezett, mert nem voltak határon túli magyarok, ellenben voltak határokon belül lévő kisebbségek. Akkor, amikor álszent demagóg módon ebbe az egyeztetésbe bevonják a tudományos szervezeteket, végig gondolják-e azt, hogy az, ami a tudomány képviselői és ezen a körön kívül álló polgárok, magyar emberek között van, az össze nem mérhető különbség azzal az ellentéttel, ami alapvetően egy munkavállaló és bármilyen rendű, rangú, utalok Berta Szilvia hozzászólására, akár egyházi vagy non-profit munkaadó között létezik. És hát, ami egészen hajmeresztő az, és elnézést kell kérjek önöktől, de tényleg nem tudok más hasonlattal élni, ami a 80-as évek posztkommunista szövegeit idézi, ahogyan önök itt a civil világról beszélnek. Kiről beszélnek ilyenkor? Én azt gondolom, hogy ha egy szabad országban élünk, akkor a civil világnak mindannyian tagjai vagyunk. Azok is, akik itt ülünk az országgyűlésben, azok is, akik szakszervezetek aktivistái, azok is, akik egyházi szervezeteknek az aktivistái. Nincs elkülönült civil világ. A civil világ mi vagyunk mindannyian,
A civil világot alapvetően ez a 386 ember képviseli. Az érdekegyeztető mechanizmus nem keverhető össze a törvényhozással, nem keverhető össze egy kormányzati tanácsadó szervvel. Akkor, amikor önök számon kérik azt, hogy az OE-t harangozott-e akkor, amikor az államadósság megnövekedett az elmúlt 9 évben, vagy 2004 és 2006 között, alapvető félreértésben vannak. Alapvető félreértésben vannak. Az érdekegyeztető tanácsot sok minden miatt lehet kárhoztatni, vagy a működését az elmúlt 20-22 évből. De speciál, soha sehol a világban az érdekegyeztető mechanizmusnak nem volt dolga az, hogy a bármikori, bármilyen színű kormányzat tanácsadójává szegődjön. El lehet számoltatni a szocialistákat, számon lehet kérni a korábbi kormányokat, akár az első Orbán kormányt is, hogyha elengedte az államháztartást, elengedte az államadósságot. Az érdekegyeztetés másról szól. Ezt keverik önök össze. Én azt gondolom, hogy nem értik a dolognak a lényegét. Az önök miniszterelnöke pontosan érti egyébként az egésznek a lényegét, azért van itt ez a törvényjavaslat. Arról van szó, hogy azáltal, hogy önök itt az almát a körtével próbálják házasítani, el akarják takarni az alapvető érdekellentétet, ami a munka és a tőke között van. Ezt az érdekegyeztetési mechanizmust leöntik sokféle más színű mázzal, behozzák az egyházakat, behoznak úgymond civil szervezeteket, behoznak ilyen-olyan egyéb képviselőket. Egy a lényeg, senki ne a rendszer alapvető érdekellentétéről beszéljen. Összekevernek teljesen más, oda nem illő konfliktusokat. Azt értsék meg, hogy minden egyéb más érdekkonfliktus becsatornázásának helyszíne alapvetően a Magyarországgyűlés. Önök azt gondolom, hogy helyesen az alkotmányozás során úgy döntöttek, hogy nincs szükség kétkamarás parlamentre. Innentől kezdve a helyzet úgy áll, hogy ebben az egy kamarában kell alapvetően a mindenféle egyéb társadalmi érdekellentéteket lejátszani. Ha demokratikus pártok ülnek itt ebben a parlamentben, akkor adott esetben a különböző frakciókon belül kell lejátszani azt, hogyha különböző más érdekképviseletek, érdekviszonyok között konfliktusok vannak, akkor ennek mi az eredője. Tisztelt Országgyűlés! Akkor, amikor itt önök civilekre hivatkoznak, ráadásul elkövetik azt a hibát, hogy az úgynevezett civilek képviseletére, túl azon, hogy természetesen önök fönntartják maguknak a jogot, hogy kijelöljék azt, hogy ki a civilek képviselője, nem tesznek más, mint az NCA-t nevezik ki úgymond a civil érdekek képviselőjének. Az NCA-t az előző kormány egy technikai forrás elosztó szervezetként hozta létre. Hogy lehet egy forrás elosztó szervezetet fölruházni képviseleti jogokkal? És hát nagyon érdekes az, hogy ugye önök azt mondják, hogy majd ez az érdekegyeztetés kisimítja a különböző társadalmi ellentéteket, nem fogja ezt tenni. Nem fogja ezt tenni, mert hogy az alapvető érdekellentétet, ami húzódik a leginkább a nagy tőke és a munkavállalók, az alávetettek között, ezt az alapvető érdekkonfliktust, ez a mechanizmust, amit itt önök ebben a törvényjavaslatban elénk tálaltak, ez el fogja hazudni. És ezzel önök saját maguknak is vermet ásnak, nem pusztán csak az országnak, hiszen egész egyszerűen az lesz, hogy nagyon rövid időn belül kezelhetetlenné fognak válni a munkavállalói tiltakozások. Első lépésben a saját kormányuk, saját maguk munkáját nehezítik meg azzal, hogy ezt az érdekegyeztető mechanizmust felszámolják, következő lépésben pedig az országon belüli konfliktusokat fogják kezelhetetlenné tenni. Azért, mert nem veszik azt, vagy nem hajlandók azt tekintetbe venni, hogy van egy alapvető érdekellentét egy kapitalista társadalomban, és ahhoz képest vannak természetesen más, kezelni érdemes érdekkonfliktusok. Az, amit itt önök létrehívnak Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács néven, az érdekegyeztetés helyettesítése a bohóckodással. Nem gondolom, hogy véletlen elszólás volt a bohócügyi államtitkár, ez pontosan az önök véleménye egyébként a munkavállalói érdekegyeztetésről, és egyáltalán a munkavállalói szervezetekről. Ha van bohócügyi államtitkár, akkor tulajdonképpen érdekegyeztetésre sincs szükség, ezt nyugodtan lehet pótolni bohóckodással. A másik alapvető felfogásbeli különbség közöttünk, hogy önök összekeverik a részvételt a konzultációval.
A részvétel arról szól, hogy az érintettek kemény, komoly jogosítványokkal rendelkeznek. A konzultáció az senkit semmire nem kötelez. Tisztelt Országgyűlés! Önök a volt gazdasági és szociális tanácsot összekeverik az Országos Érdekegyeztető Tanáccsal, és alapvetően arról én azt látom, hogy egy olyan legyengített, a szimbolikus reprezentációnak tökéletesen megfelelő intézményt hoznak létre, ami bármikor felhívható. Önök előterjesztenek majd egy nyugdíjtörvényt, és erre a semmire nem jogosult, senkit nem képviselő, semmilyen eredmény életre hívására nem hivatott szervezettel lehet majd igazolni azt, hogy a fülke forradalom újra milyen nagyszerű tettet hajtott végre. Ez az önök célja. Egyik oldalon láthatatlanná tenni az alapvető feszültséget munkadók és munkavállalók között, hiszen ezt a kizsákmányoló, igazságtalan gazdaságpolitikát úgy gondolják, hogy így lehet majd sikerre vinni, hogy befogják mindenkinek a száját, fölszámolnak mindenféle ellensúlyt, letörik a munkavállalói jogokat, másik oldalon pedig a Kádár rendszerből ismert technikával élnek, létrehozzák a szimbolikus reprezentáció intézményeit, létrehozzák azokat a fórumokat, amelyekre majd mindig lehet hivatkozási alapként mutogatni. Nagyon átlátszó az, amit itt önök megkísérelnek megoldani, nagyon kilóg a lóláb, és hát az a helyzet, hogy ennek az árát mindannyian kőkeményen meg fogjuk fizetni. Az a helyzet, hogy azok a konfliktusok és feszültségek, amik láthatók már az utcákon, ha ez így megy tovább, egész egyszerűen kezelhetetlenek lesznek. Mondom még egyszer, ennek az árát először önök fogják megfizetni, a politikai árát is, egyébként pedig az egész ország fogja meginni a levét annak, hogy az érdekegyeztetés bohóckodással kívánják felcserélni. Köszönöm szépen! Két perces felszólalásra következik László Tamás, a Fidesz képviselője. Köszönöm a szót. Schiffer képviselő úr, túl sok Marxot, Engelst és hasonszörűeket olvas, és túl kevés Rerum Novarumot, és túl kevés Centesimus Annust. Tessék elolvasni azt, hogy az elmúlt 20 évben volt-e annál minőségibb és alaposabb elemzés a magyar gazdaság és társadalom helyzetéről, mint amit a Magyar Katolikus Püspöki Kar összeírt. Nem volt, kérem szépen. Az Országos Érdekegyeztető Tanács egyébként alkalmatlan arra, hogy ilyen mélységű elemzést csináljon. A civil világra. Én úgy gondolom, hogy ön nem érti ezt az egész helyzetet. Mi itt képviselőként hatalmi döntési helyzetben vagyunk. A civil társadalom pedig artikulációs helyzetbe kell hozni. Egészen másról van szó, kérem szépen. És hogyha az Országos Érdekegyeztető Tanácsban kell arról beszélni, hogy vajon 40 éves emberek elmehetnek-e nyugdíjba, akkor bizony a szakszervezet azt fogja mondani, hogy igen, és köröm szakadtáig védem őket. De hogyha megkérdezem a civil társadalmat, aki kénytelen 60-65 éves korában nyugdíjba menni, akkor azt mondja, nem akarom mutatni, de bizony másképpen fog szólni. Igenis, be kell engedni artikulációs lehetőséggel a civil társadalmat, és be kell engedni az egyházat, mert bizony egyházakat, mert bizony az erkölcsi válságra csak erkölcsi természetű választ lehet adni, kérem szépen. És tessék elolvasni azt, az ön problémáját feloldva, amit Marx és Engels emelt föl, a Rerum Novarum azt mondja, hogy nincsen munka tőke nélkül, és nincsen tőke munka nélkül. Ezek egymásra vannak utalva, kérem szépen. A föloldása az csak ilyen módon képzelhető el. Köszönöm. Szintén két perces felszólásra következik Gúr Nándor, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Schiffer András képviselőtársam, frakcióvezető úr, szerintem helyesen fogtam el a történetet. Nem értem László Tamásnak a megközelítését. Helyesen fogta meg, szerintem azért, mert egyszerűen pontosan olyan végpontok, olyan ellenérdekek megjelenítésének az alapját rajzolta meg, amelyek illesztése
amelyek egymáshoz való közelítése valós, működő érdekegyeztetési keretek nélkül nem fog létezni, nem tud működni. Én leegyszerűsítem, ezt nem a munkatőke fogalomrendszerével párosítom, hanem azt mondom, hogy flex security. Azt mondom, hogy flexibilitás, és azt mondom, hogy biztonság security. Ugye ez a fogalomrendszer ismert itt a parlament falai között mindegyikünk számára. Mégis nehezen illeszthető. Mégis olybá tűnik, hogy az egyik a munkaadók, a másik meg a munkavállalók érdekeként jeleníthető meg. Én meg azt gondolom, hogy nem, ez a kettő egymás mellett kezelendő, ennek a kettőnek a harmóniáját együtt kell megtalálni, és ezt nem lehet megtalálni úgy, hogy a kormányok, bármelyik színezetű kormány kivonul olyan tripartit egyeztetési sorozatokból, annak a lehetőségét elveti, mint ami erre megfelelő válaszokat tud fogalmatosítani együttes, közös álláspontok, döntések meghozatalán keresztül. Magyarul azt akarom érzékeltetni és mondani, hogy az a Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanács, ami életre hívódik, ez a valós érdekegyeztetésre ilyen értelemben alkalmatlan. És olyan helyzet kialakulását segíti elő, amelynek a helyzet elkerülését kívánjuk minnyájan. Nulla jogosítvánnyal nem lehet eredményeket elérni. Viszont tényleg úgy van, ahogy frakcióvezető úr mondta, hivatkozási alapnak jó lesz a későbbiekben bárki számára. Köszönöm szépen! Szintén 2 perces felszólalásra következik László Tamás, a Fidesz képviselője. Köszönöm szépen a szót! Még hadd válaszoljak Schiffer képviselő úrnak egy dologgal. Nagyon leegyszerűsíti ön azt az egész helyzetet. Tehát ez a helyzet, ez sokkal bonyolultabb annál, hogy most pusztán a munkavállaló és a munkaadókról beszéljünk. Sokkal bonyolultabb ez a kör. Hát ebben sokkal több szereplő van, sokkal több tényező van ebben. Mondok egy nagyon érdekes dolgot önnek. Szabad Hétfő címmel jelent meg egy cikk egy napilapban, munkaadó blogjában sérelmezi, hogy a hivatalos vallás ürügyén pénzt húznak ki az ő zsebeiből. Itt Pünkös Hétfőről van szó, nevezetesen egészen pontosan. Ő azt mondja, hogy munkaszüneti nap az számára egy borzadály, mert nem tudnak termelni, és nem tudnak neki hasznot hajtani. Hát kérem szépen, ha a munkaadót kérdezzük meg, akkor azt mondja, hogy Pünkös Hétfő, munkanap. Ezzel szemben, ugye ez a munkaadó azt mondja, hogy dolgozóival nem tud dolgoztatni, hiszen azok éppen hesszelnek. Nyilván ez a munkaadó maga az egyszemélyes hipermarket. Innen üzenjük, hogy nem csupán munkaadó és munkavégző viszonylat létezik. Az túl egyszerű lenne. Ilyen egyszerűséggel hangyának neveznének bennünket. Az egyetlen főnököt meg királynőnek, és nem teremtettünk volna embernek. Viszont embernek teremtettünk, és jóval több eszünk van annál, hogy csak dolgozzunk, és még valami megadatott nekünk, hogy belássuk, csak együtt tudunk működni, és az ember képes is arra, hogy társas lényként éljen, még ha társait olykor nem is értik listára tisztán, mint mi most ezt a bizonyos munkaadót. Tehát kérem, ez a dolog sokkal bonyolultabb, be kell engedni egy csomó olyan véleményt, ami ennek a mai helyzetnek a megoldására nem a régi válaszokat fogja mantraként ismételni, hanem új válaszokra van szükség arra a társadalmi-gazdasági válságra, és ismétlem, társadalmi-gazdasági válságra, ami sújt bennünket. 2 perces felszólalásra következik Schiffer András, az LMP képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. A végén kezdem. Az egésznek az a teljesen nyilvánvaló indoka, hogy az önök miniszterelnök egy munkaalapú korporatív államot kíván megteremteni, és ahhoz, hogy ezt megteremtse, ahhoz kell egy ideológiai vivőanyag, és adott esetben az önök egyébként őszinte hittét ehhez felhasználja. Ami Marxot illeti, én egyáltalán nem gondolom, hogy ez különösebb szégyen lenne, hogy valaki Marxot olvas, mint ahogy nagyon bölcsen az önök pártjának alapító is ezt egyébként szorgalmasan tették annak idején. A helyzet viszont az, hogy a munkatőke konfliktusról László képviselőtársam Marxot megelőzően is már írtak komoly szerzők a 18. század végén is, amikor Marx még meg sem született. Sőt, tovább megyek, a 20. század második felében nagyon komoly katolikus mozgalmaknak a társadalmi gondolkodását termékenyítette meg Marx.
Arról nem is beszélve, hogy történetesen a Rerum Novarumot olvastam, de azt nem olvastam a Rerum Novarumban, vagy legalábbis elkerülte a figyelmemet, hogy a helyes érdekegyeztetéshez, a társadalom békéhez az szükséges, hogy a munkavállalók, a munkaadók mellé a civil társadalmat, az egyházat és a tudomány képviselőit is egyaránt.